3 pontot a vasutasok, mindebből azonban csupán az erőlködés maradt. BVRC Diósgyőr 0-0. Az első félidőben Costa okozott némi izgalmat saját csapattársainak, de Téger nem hitt a szemének, pedig ez volt a Diósgyőr legnagyobb helyzete. Az 50. és az 55. perc között összeroppant a vendégcsapat, az eredményjelzőn azonban mindez nem látszott, mint ahogy azt sem láthatták a szurkolók, hogy Rósa lövése és Kis István becsúszása után hol fogta meg Nota kapus a labdát. Vasárnap a sportképekben a számítógép segítségével ezt is megtudhatják majd. Nem sokkal később Rósa és Csordás egy perc alatt két helyzetet packázott el, majd a 68. percben a mérkőzés legszebb támadása sem hozta meg a sárgák győztes gólját. Csordás fejesét Nota tolta ki tanítani való mozdulattal. A diósgyőriek közül egyébként csak a kapus Julius Nota nyújtott elfogadható teljesítményt, de a Szőnyi úton Tornyi Barnabás csapatának ez is elég volt a pontszerzéshez.